Sziasztok, Marika vagyok. Kovászos kenyér fog készülni. Megmutatom, milyen szép a kovász. Most ide kimérek ebbe az üstbe. Kimérem ezt a kovászt. Nem tudom mennyire látni, bekapcsoltam a világítást, de lehet, hogy inkább zavaró. Így jobb. Látjátok, milyen szép. 164 g és 125 g burgonya, amit tegnap este megfőztem, az apró lyukú reszelőn reszeltem le, a hűtőben volt reggelig a burgonya. Reggel hámoztam, vagyis hát húztam le a héját, és akkor ugye jó hideg a burgonya, és akkor le lehet könnyen reszelni apró lyukú reszelőn, ahogy mondom. Na, ez eddig így van, aztán majd mondom tovább. Ez egy 600 g lisztes kenyér lesz, amivel 420 g vizet mértem ide, de lehet, hogy még 10 g kell, amikor kell, amikor nem tudom, hogy jön így ki, de így szokott kijönni. Ide kiszitáltam a liszteket, még az utolsó finom, bájátok mi a pontos neve, tönköly buza finom liszt, nagy titka. Hát ha Püske Szentpéteri lisztet használtok, akkor ezt ajánlom hozzávenni. Ha ezt ugyanezzel az összetevőkkel akarjátok elkészíteni ezt a kenyeret, mert ezt mostanában ezt sütöm, a féljem is eszi, hát addig kísérleteztem, még végül olyan jó kenyereket sütök, hogy ihaj. Aztán mondom, akkor megmutatom, már utkor is csináltam róla videót, de hideg volt, egyik este hideg volt, azt felvettem pulóvert, azt itt lógott egy varázs, nem vettem észre, azt amikor nézem vissza a videót, ott a varázs, mondom, nem vagyok normális, miért nem figyelek ilyenekre. Töröltem persze, hát majd csinálok új videót, itt van most készül. Na, akkor elmondom a liszteket, ilyet nem kéne mondani, ugye, mert akkor húzom bele az időt, de ugye az én csatornám, hogy mindenféle dumálok. Na, akkor mondom a liszteket, itt van 60 g tönköly buza finom liszt, nagy titka. Hát biztos van hozzá aralékadva, vagy mit tudom én, lehet, hogy nincs. De mindegy. 300 g a kenyérliszt, ami Tüske Szentpéteri. A finom liszt is Tüske Szentpéteri, meg a rétes liszt is. Azok 120 g. Tehát akkor 300, 120, 120 és 60. És akkor ugye 600 g ez. Reméljük. Ja. Na, és akkor 125 g a burgonya, és akkor ott a kovász, akkor 420 g a víz, de még 10 g-ot van, mikor adok, és akkor 15 g a só, ezt majd pihentetés után, és akkor gombócos segítsége lesz a kenyér. Már ide szitáltam a lisztet, majd mutatom, ha még nem futottatok bele a kenyereimbe, akkor majd mutatom, hogy hogyan kell, de nem fontos, mert ugye az ember, ha ugyanabban a tálba készíti a kenyeret, hát egyszer-kétszerre elrontja, de végül rájön, hogy mondjuk én nekem egy 600 g lisztes kenyér ebben van, mikor tele van, van, mikor csak egy centivel lejjebb, hát valahogy így, akkor ha egy centivel lejjebb van, akkor már elő lehet formázni. Na, ezek meg vannak szitálva, csak ez a tönköly búza finom liszt nincs, ezt megszitálom, és akkor beleburítok mindent, meg a vizet is, a só kivételével. És akkor a ragasztógépbe összekevertetem, és fél órát pihentetem, de lehet egy órát is. A fél óra elég neki. Aztán akkor majd jövök. Na, mert aztán tudjátok, kilométer hosszúak a Marika videói. Jobb így megszitálni, nem ide bele, mert ide fölcsapódik, aztán akkor tiszta dzsuma így az oldala, azt olyan nehéz leszedni, de lehet úgy is, hogy valamikor úgy csinálom, hogy a vizet összekeverem a kovásszal, jó, kihabosítom, és akkor ez mind mehet bele, mert ez már ki van kísérletezve. És akkor ugye utána hozzá a liszt. Hát azt majd eldöntitek ti magatok. Én most így csináltam, mert így jött a kezemre, de nem mindig így csinálom. Letelett a fél óra, úgyhogy most hozzáadom a sót.
Hát a sóhoz nem rakok vizet, mert puha a tészta, úgyhogy nem akarom még jobban elpuhítani. Hát bírnék vele akkor is, de ne jó így. Na, megszóltam a sóval, és most megy a gép alá. Azt nem mutatom, mert olyan hangos ez a gép, hogy őrület. Szépen kiragasztotta a gép, 6 perc. 6 perc volt. Na most ebbe a tálba, amivel mondom, hogy én mindig a 600 g lisztes kenyereket abba keleztem, abba spiccelek egy kis vizet. Ott a több borul, az visszaállítom, és kiöntöm. Na és akkor ebbe belehuppantjuk a tésztát. Ahogy mondom, 6 percig ragasztotta a gép, és utána nagy fokozatra raktam egy olyan 15-20 perc, 15-20 másodpercre. Beszámoltok 20-ig. Gyorsan, ne lassan. És akkor nagy fokon, nagyobb fokozatúra a keverétekre, többet ne, hogy szétvágja. A kezünket be kell vizezni. És sziromhajtunk először is. Én, vagyis csak azt mutatom ám, hogy én csinálom, semmiféle szakdolgokat ne várjatok tőlem, annak nézzetek utána az interneten, mert én abban nem folyok bele. Még nem is olyan az agyam, hogy ilyet megjegyezzem, mert annyira nem érdekel. Engem csak az érdekel, hogy a kovászos kenyér egészségesebb, mint az élesztős. Aztán, hogy a szakdolgok, meg a, hogy minyóckalás, meg mi a fermentálás, meg mi a autizálás, meg az ecetera, pecetera, ezekben én nem megyek bele, mert ennyire nem akarok belefolyni. Na az utolsó, hát úgy körülbelül tudom, de úgyhogy titeket is oktassal, akár arról arról nem fog megtörténni. Az utolsó hajtásra is így szoktam csinálni. Van mikor, hát mindig nem, de általában így. Aztán egy oldalról egy pici darabot kicsipek, ide belehuppantom ebbe a lisztbe, megmosom a kezemet, megszárítom, most csinálok egy kis gombócot, belerakom a vízbe. És ha feljön ez a gombóc a víz színére, a gombócot jó szorosra kell. Ha feljön a víz színére, akkor elő lehet formázni a tésztát. De mondom, erre nincs szükség, hogyha már kikísérleteztétek, hogy az a tál, amiben csináljátok ezt a mennyiségű lisztet, vagy egy kevesebb mennyiségű lisztet, hogy abban meddig lesz. De egy 4-5 órának el kell tenni az első formázásig, vagyis az előformázásig, mert különben nem lesz jó a kenyeretek. Én azt vettem észre, hogy akkor nem olyan jó a kenyér. Várjátok, mindjárt megmosom a kezemet. Na, én ebbe, amit rárakok, nylont, ebbe is szoktam vizet spiccelni, és akkor így rárakom a tetejére, és beállítom az időzítőt, nem ott hagyom ám, csak most, ahogy 40 percenként hajtogatom, de ha hígabbra sikerül a tésztátok, akkor 35 percre állítsátok, ha sűrűbbre sikerül, keményebbre, már nem adtatok annyi vizet, mert akkor könnyebb vele dolgozni, hogyha mondjuk csak 400 g vizet adtok, akkor még könnyebben dolgoztok, mert keményebb a tészta. Akkor 50 percenként is, vagy 45 percenként is lehet hajtogatni. Na, majd mutatom, hát most még egy hajtás lesz 40 perc múlva. Még egy hajtás lesz 40 perc múlva, azt nem fogom mutatni, mert az ugyanaz a sziromhajtás, mint most, amit mutattam, és utána laminálok, azt majd mutatom, meg utána a kulhajtást. Hát azt is, ugye én csak mástól hallom, hogy kulhajtás, aztán miért kulhajtás, mit tudom én. 9 óra 10 van, ráírom, rá szoktam írni, hogy mennyi az idő. Akkor ugye ki tudom számolni, hogy ha valami kín van, akkor is 5 óra, 5-6 óra, aztán előformázom. Na, akkor most már száraz a kezem. Így megrisztezem, de ne legyen sok riszt rajt. És ugye hallom, hogy nem mindenkinek sikerül a gombóc. Nem, nekem se sikerült, amikor volt a
A zepekőben bedurrant, ugye legelőször, aztán gondolom tele lettem AP-vel, és hiába mentem orvoshoz, senki nem derített ki semmit, nem is, hogy nem is foglalkoztak az emberrel, na, meg gondolom az őszintét. De ma, akik nézitek a csatornámat, azok tudják, ugye, hogy a műtét is le lett vonva, február 8-án lett volna. Lisztet ne vigyetek rá, csak a kezetek legyen lisztes. És mikor már egy kicsit gyömbütétek, akkor jó szorosra nyomjátok össze a tenyeretéket, hogy ez a gombóc, ez ebből menjen ki minden levegő, és jó kemény legyen. Ha nem jön fel a gombóc, akkor azért valami kim van a tésztával. Én is jártam úgy, de attól még a kenyér jó lehet. De akinek nem sikerül a gombóc, ott valami gondok vannak. Nekem is akkor volt, ahogy mondtam, amikor tele voltam epével. Én láttam is a kezemen, és mindenhol a bőrömön, hogy nem szép fehér volt télen a kezem, hanem volt neki egy színe, de hát mondom, nem foglalkoznak az emberrel, meg sem ütöttek most. Azt mondta az orvos, hogy ma jelentkezik, hát várhatom én azt. Na mindegy, majd ha bedurrani kell visszamentő, akkor majd megoldják. De vigyázzok, úgyhogy nincs semmi gond. De ugye a kovászomat tönkretette, nem sikerült, úgyhogy nektek is, ha valami kínotok van, nem jó a kovászatok, nem sikerül a kenyér, akkor valami baj van a szervezetetekben. Én szerintem, vagy valami idegalap, vagy valami bánt benneteket, megérzi ám. Ez ma hozzám van szokva, aztán megérzi, hogyha valami bajunk van. Jó. Majd letörülhetek, csak pont hipóba ázik a mosogató rongyom, közben ki kell hipózni, hogy feltűtlenítsük. No, akkor még mit mondjak el? Na, akkor nem mondok más, mert olyan húszszor össze ez a kenyeres videó, hogy őrület. Majd jövök a laminálással, mondom, még lesz egy ciromhajtás. Most már talán 37 percen annyi dumálok. És akkor majd a laminálással jövök, meg egy kulhajtással, aztán meg majd az előformázással, meg a többivel. Na. Aztán valami eszembe jut, akkor majd jövök. Ugye egyszer volt ciromhajtás, mikor a dagasztógéből kivettem, utána 40 perc múlva még egy ciromhajtás, ugyanolyan, és most laminálok. Itt jól, ezt az enyvesvásznat jól bevizezem. Meg ezt a akármit is. Ez az enyvesvászó jó, de hát a munkapult is persze jó, de én azt vettem észre, az enyvesvászó jobb, már egy kicsit megtapadai, de nem minden egyik fajta. Hát ha ilyet csináltak, akkor ki kell kísérleteznetek, hogy nálatok mind működik, vagy kell venni egy darab enyvesvásznot, 20 évig is jó, ha csak erre használnátok. Egy métert vesztek, aztán vágjátok két-három felé, vagy csak mindig kiletelítitek, sose megy tönkre, ha csak ilyenre használnátok. Ja, megoldjátok majd. Akkor is szétnyomkodom, és amikor már ugye el tudtam vékonyítani, akkor így egy kicsit kihúzogatom. Én azt mondom, hogy a kovász mindig legyen friss, mert múltkor az ezelőtti kenyeremet, azt aznap reggeli, aznap azelőtt nap esti, azelőtt nap reggeli, tehát egy napos volt a kovász, abból készítettem. Akkor nem is raktam bele ennyi kovászba vissza, az nem tudom, hát kevesebb, hát amennyi kijött. Aztán, hát én nekem annyira nem tetszik úgy a kenyér, megmondom őszintén, mert előbb savanyodik. Így, ha friss a kovász, ott kiukasztottam, ha friss a kovász, akkor nem. Akkor nem savanyodik, akkor éppen elfogyasztan, még akkor se érzek savanyú ízét. Na, nem kell sajnálni, a kovászra kell szólni, keveset kell etetni, én is csak 8 g-ot etetek, de ha még kisebb üvegem lenne, már ez is nem is tudom mennyi, egy deci fér bele. 120 gram, valahogy így, na, 100 gram vagy 120. Még kisebb üvegem lenne, akkor lehet, hogy csak 5 gram kovászt etetnék, de így ez a 8 gram kovász is ebbe az üvegbe elveszik. Na, így összehajtom.
és akkor elkezdem föltekerni, de mindig egy kicsit hátra húzom. Aztán, ha ugye keményenítek a tésztát, akkor ilyenkor, ha még több vizet visztek ide az asztalra, akkor ilyenkor lehet belevinni vizet, vagy ilyenkor lehet megszórni magokkal, de hát az én férjem nem eszi meg a magos kenyeret, magvas kenyeret, úgyhogy azt most én készítek. Na és akkor még kettő kulhajtás lesz, majd az egyiket mutatom. Jól néz ki, ugye? Rárakom vissza a nájlont, és először kitakarítok. Na, akkor majd jövök a kulhajtással. Kérdésetek van, akkor csak írjátok oda, amivel tudok segítek. Hát nem vagyok én szakértő, csak elmányi tapasztalatom van, meg gondolom, hogy nem mélyedek annyira bele. Annak máshol nézetek utána, ha ti olyanok vagytok, hogy szeretitek tudni, hogy mi. És akkor egy kulhajtást csinálunk. Ennek ugye, ahogy így megfogjátok, ennek lógni kell lefelé. És akkor leteszitek, így. Kezetek legyen vizes. Ha még mindig keményenítek a tésztát, akkor lehet belevinni jó sok vizet, ilyenkor jól megvizezitek a kezeteket. Aztán, amikor már ilyen rázogatásra sem megy lefelé, hát ilyenkor nem tudom én se olyan sokszor, laminálás után, látjátok, nem akar lefelé menni, úgyhogy ez a három elég is neki, majd a következőnél ott már jobban nyúlik. Na, lehint szülök, mert kapáltam egészen, nem tartozik ide, de ez annak szólt, aki a csatornámat nézi, aki meg ide tévedelteni, annak meg mondom, hogy kapáltam. Tehát vagyok fáradva. Na, de az időzítőt beállítom, aztán futkozok be itt 40 percenként. Na, akkor majd 40 perc múlva még egyszer meglaminálom, és akkor megvárom, míg meg kell. Ugye a gombócnak igazság szerint fel kell jönni a víz színére, meg ennek a tálnak szinte tele kell lenni. Hát, ha egy centivel lejjebb lesz, az akkor is jó már. De volt már úgy, hogy tele volt. Na, akkor majd jövök az előformázással. Majd mondom, mennyi idő, már ugye mikor álltunk neki, vajtok rá, van ám írva. 9 óra 10, hát akkor az mondjuk 10 óra, 10, 11, 12, 1, 2, 2 óra, 10 perc kb. Hát a körülbelül 3 órára meg kell, az tökéletes, de ha 2-re meg kell, az még jobb. Hát nincs olyan igen hideg, úgyhogy, vagyis hát nincs hideg, hát mi van. Várjátok, június hányadika van? 15. Úgyhogy nem tudom, mikor látjátok ezt a videót. Följött a gombóc. Mondjuk, ha nem gombócoznék, akkor még várnék egy fél óra. Mert mondom, van, mikor tele van. És hát, mikor nem gombócozok, akkor majdnem, hogy tele szoktam hagyni, hogy kelljen. Jó van így. Ezt felrakjuk, ezt nem muszáj kivenni ezt a gombócot innen. Lehet hagyni, aztán majd följön a másik, ha veszünk ki másikat. Én másikat már tényleg nem igen szoktam kivenni, mert ezt se szoktam csinálni, vagyis ezt sem csinálom, ezt se rakok. Csak most a videó véget, mert a másiknál látni, hogy a barra tele szakad. Mert a gombóc az előbb följön fél órával. No. Akkor most ide kiborítom, és akkor előformázom. Hát úgy formázzátok elő, ahogy akarjátok, én is néha össze-vissza. Mostanában ezt a fajtát csinálom, amit most mutatni fogok. Így bökködjetek mellé ezzel a akármivel, mert akkor előbb kiborul, jó nehéz. Ehhez lehet ám adni 240 g, ugye 40% kovászt, a liszthez viszonyítva, tehát az 240 g, vagy még 300-at is adóhúgom. Na, és akkor be lehet egy kicsit lisztezni, de nem fontos. És akkor egyik felét így megcsípjük, nem mindig így csinálom, valamikor begyúrtam régebben, be szoktam gyúrni, tudjátok, mind a tésztát.
De ez a módszer is jó. Bármelyik. Kicsit meghúzzuk, és akkor még itt is, mi egyszer körbe megyünk. Itt ezeknél a csücsköknél. Hát, ha ilyenkor szakad, akkor azért valami gond van, de olyan nagy baj nincs. Megfordítjuk, felisztezzük a kezünk, és akkor így szoktam csinálni mostanában, hogy befeszessítsem itt ezt a részt, és akkor jobb lesz a tartása. Visszarakhatom ugyanazt az üveget rá, de elszakítani se szabad, úgyhogy itt annyira meghúzni, hogy most elszakadjon, mert aztán lehetne ám azt csinálni. Úgy érezni kell, hogy itt azért annyira már ne feszüljen, vagy még. Ezeket a hólyagokat el lehet durrantani, látjátok, tele van, de nem fontos. Hát ezt a pontot itt el kell találni. Talán már jó. Már úgy érzem, hogy igen feszes. Látjátok, úgy áll, mint a szög. Visszarakom rá ezt az edényt. Hát volt úgy, hogy meg sem mozdult, ugyanígy maradt. De ha nem feszesítsük meg ilyenkor nagyon, akkor elterül mind a... Mi terül el? Nagyon föl. Majd jövök fél óra múlva. Közben mondom, hogy közben a kelesztő tálamat rizslisztel megszórom. Kis rizslisztel venni mindenhol. Hát én nekem most ilyen van. Hát a fiamnak ez se tetszett, azt mondja, ő finomabb rizslisztet kapott, hát megőrülök, komolyan mondom. És ezeknek semmi nem jó, amit az ember csinál. Mert most ez milyen rizsliszt, hogy ő fiamabbat kapott? Hát megőrülök. Tehát, hogy nem olvastam én el, rizsliszt kész. Lehet, hogy ő másfajtát kapott, valami jobbat, de hát mindegy. Már adtam neki egy kicsit a pizza alá. Na látjátok, meg van szórva. Csináltunk a férjemmel közösen egy ilyen keresztő tálat, egy ilyen vastag műanyagból, hát ahhoz nem tudtok hozzájutni szerintem, de próbálkozhattuk, ha nem akartok rendelni, mert én nem szeretek úgy rendelni, hogy nem látom. Ha ott lenne előttem, tetszene megvenném, de az, hogy megrendeljek valamit, az nem. Úgyhogy ezt ne is mondjátok jobban, hogy mutassam meg, mert nem fogom megmutatni milyen, mert úgyse tudjátok ezt utánozni. Kizárt dolog, ehhez szabás minta kell, amit én csináltam, és mindenféle speciális eszköz. Úgyhogy vesztek valamit, vagy rendeltek, hogyha kovászos kenyeret süttök. Vagy csináltok vastag papírból. Na, majd jövök. Na, megjöttem. Látjátok, bele se ragadt, mert nem ért el addig. Hát, így kell csinálni, ha sikerül. Nem mindig sikerül, nekem sem. Megfordítjuk. Látjátok, mit csinálnak? Olyan nehéz szétnyomkodni, mert ugye olyan feszes lett, hogy nehéz szétnyomkodni, de szét kell. Szét kell egy kicsit nyomkodni. Na, én még mondom, én még hagytam volna, ha nincs gombóc, én még hagytam volna fél órát, mert hiába volt előformázva, egy kicsit tapad. Meg ugye én kevés kovászt is raktam bele, most 160, mennyi volt reggel, nem tudom, 5,5 óra alatt jött fel a gombóc.
Na így körülbelül valahogy. A lisztet nem sokat itt ne hagyjatok, volt mikor az első videóim között én is többet hagytam, és akkor az ugye egy rétegben meglátszik ott a tésztában, ha nincs szerencsénk, de hogyha megeszi saját magát, akkor nem ám. Na, így oké. Csak ugye ami fölül van, nem azt kezdjük el behajtani, hanem a másikat, így. Kicsit meg kell lisztezni a kezet. Mindig hátra kell egy kicsit nyomni. Hát ezt csak annak mutatom jobban, aki nem én pukkogatok, hanem ez itten pukkog. Így a két végét én összecsipem. Így, meg esetleg itt is össze lehet, de ezt mostanában úgy csinálom, hogy ide belerakom. Akkor úgy csinálom, hogy így egy kicsit fölhúzom, aztán úgy csipem össze, ha tudom. Ne hagyjatok így levágőt neki, mindig csipkedjétek össze. Kellett volna még az a fél óra. A gombóc körülbelül megmutatja az időt, de nem 100%-ra biztonságos. Mostanában állom, de azért jó, ha van. Hát ez egy krumplis kenyér. Ugye, hogyha most nem vettem ki gombócot, elfelejtettem, nem vettem ki gombócot, még tudnék kicsipni valahonnan. Csipják ki? Valahonnan innen csipek ki egy kis darabot. Na, ha nem veszünk ki gombócot, akkor az a lényege, és hát gombócnak valót, hogy itt ez a varrat, ez simuljon ki, és egy kicsit szakadjon el, akkor lehet sütni. Ezt az új próbát, ezt én nem tudom alkalmazni, nálam ez nem működik. Na de ahogy megnézhetitek a többi kenyeremet is, az egy törököző volt, most látom. Mert van 70 kenyeres videó. Rakok rá majd, csak most ezt a gombócot beledobom a vízbe. Most egy olyan másfél órát gondolok neki, mert kezd meleg lenni. Most már délelőtt hűvös volt a lakás. Legyen a kezünk lisztes, de ne legyen rajt liszt. Tehát így, és akkor lesöpörjük. Tehát mondom, ez csak kezdőknek kell már. Nézzetek, milyen szép kis gombóc. Belehuppantom ide a vízbe. Most egy van fönt, egy lent. No. Na, olyat is tudok mondani, hogyha így gombócoztok, ha a gombóc följön, azt a fél óra múlva lemegy, akkor is valami kovász probléma van. Rárakom a nájront, ami még vizes. Aztán egy másfél óráig kivegyük kapalni. Nem is a legjobbra, van még egy, ezt hozom ide. Aztán másfél óra múlva bejövök, arra biztos, hogy jó lesz. Hát, ha nem, akkor még egy kicsit várok. És hideg sütőbe fogom betenni. 220 fok légkeverés edénybe, az edény zárva lesz, tehát alja teteje. És 50 percre, mivel nagy kenyér, de hogyha 420 grammosat csinálok, akkor csak 45-re szoktam. Meg még akkor kiveszem majd az edényből, alsó-felsőre állítom, és még akkor egy 5-10 perc, majd meglátom. Majd mondom úgyis.
Ja, feljött a gombóc, ahogy láttátok. Amikor érdekesebben jön föl, például az első gombóc úgy jött föl, hogy hármat pördült, és akkor felugrott. Úgyhogy nem is tudtam volna levidelőzni. Ezt majd kimosom a belsét, mert látom hozzáért, de azt csak úgy mondom, hogy na, még egy fél órát telhetne, látjátok, már itt ilyen, még nem szakadt, itt már szétszakadt, itt nem. Ja. Akkor azt szoktam csinálni, hogy erre a papírra lefogom, és akkor ide kiborítom. Látjátok, itt ez a... Hát ezt nem tudjátok utánozni. Nem tudom, hogy lehetne messze... Várjátok. Cserésznyi tettem. Hol lehetne beszerezni ilyen anyagot. A rizslisztet lesöpröm róla ezzel az ecsettel. Ezzel a söprűvel. És akkor most liszttel szórom. Ha jól meg van feszesítve, látjátok, akkor ilyen szépen áll. Nem terül el. Végülis ez a lényege, hogy feszesítsük meg. Tudjátok, előformázáskor. Meg mikor formázok is, mindig jól hátra kell húzni. Hát nehogy azt higgyétek, hogy egyre ezt meg lehet tanulni, sose. Soha. Na és akkor pengét vízbe vártam. Jó, nem. Várjatok. Nem. Először ráhúzzuk erre a tálcára. Óvatosan, nehogy a földön kössön ki. Mert majd ezzel együtt huppantom bele, már azt a papírt emelem meg, ez nem olyan erős, meg be is vagdaltam neki, hogy tudjátok, ne legyenek ilyen nagy gyömbülékek, mert akkor kenyér is ronda lesz. És nem így csinálok. Belehuppantom, mert akkor tudjátok, már nem sérül a vágás. Lehet, hogy majd csináljátok, ahogy akarjátok. Így, látjátok, de jó. És akkor most fogom levágni. Mindig gondolkodni kell. Aztán ugye ez egy egész napos munka, de mellette lehet mindig egy mindent csinálni. És napoztam, és ugye most nyár van, meg egy órát kapáltam. Úgyhogy lehet mellette dolgozni, meg pihenni is. És akkor most bevágjuk. De be lehet úgy is, csak akkor, mikor huppantjátok bele, akkor megsérül. Mostanában 4 helyen vágom. Így én általában, ha nem felejtem el, akkor a pengét egyenesen tartom. De amikor hosszából szoktam vágni, mikor még a férjem nem ette a kenyeret, akkor is régen vágtam. Na, most meg kint kopácsul. Szerintem kapad, érez. Jól bevágjuk, nem tudom mennyit láttok belőle. Féljem a kapart érezni, vagy mit tudom, mit csinál. És akkor még ilyen kis... Hát mivel ugye még nem volt teljesen megkelve, azért biztos el fog repedni. Hát én csak ennyi díszítésre rakok, nem kell több. Rárakom a levélnek a tetejét. Jó néz ki, ugye? Aránylag. Látjátok, szép ott a vágás is, látszik, hogy hólyagos. Rárakom a tetejét is, megy a hideg sütőben, légkeverés, alsó polc nálam,
és 220 fok 50 percig. Aztán lehet, hogy egy 40 percnél följebb rakom egy kicsit, mert pont most beszéltünk a férjemmel, hogy elég sötét a kenyér alja. Ne akartam mutatni, de már csak egy pöttön darab van azon, semmi égés nincs. Aztán némelyik helyen megég. Na, majd ezt úgy is mondom. No, most itt hagyom ezt a gombócot ebbe a vízbe. Nem öntöm el, bár szoktam önteni a komposztosba. Aztán majd meglátjuk, mennyi idő a csüllyed, majd reggel megmondom, mikor megvágom a kenyeret, mikor szóval megkezdem. 23 fok van a konyhán, amúgy kint 30, vagy 29, valahogy így. Na és most nézem, hogy 36, ugye 9 óra 10-kor álltunk neki, akkor került az üvegtálba a tészta, az olyan 9 óra körülbelül, ugye? Mert 18 óra lesz, meg akkor 9 óra 10, az 1 óra, ja. Akkor az 9 óra, meg még ugye még megsül, tehát majdnem 10 óra, de mellette rengeteg mindent lehet csinálni, mert csak oda kell figyelni, időre be kell jönni, ha kint vagyunk, ha itt van, akkor nincs semmi gond. Be kell állítani mindig az időzítőt, aztán pikpak. Minden megy, mint a karikacsapás, ha odafigyelünk. Úgyhogy, ha még nem kovászoltatok, aztán nem mertetek nekiállni, akkor nyugodtan. Ha odafigyelünk, akkor ezzel semmi gond nincsen. Hosszú idő, de munka alig van bele. Kivettem az edényből, alsó-felsőre állítottam a sütőt, és hagytam 220 fokon, és egy kicsit világosodjon meg, gyönyörű nagy lett, ugye? Hát elrepett egy helyen, ahogy mondtam. Azt, aki tudja, a túlsó felé lehet, hogy még több helyen. De amúgy biztos, hogy finom lesz. Majd jövök a bérzettel reggel, de még megmutatom, mikor kiveszem. Hát most jól bepirosítok neki, úgyhogy jól süljön meg. Ugye nem szoktam följebb rakni, látjátok, most följebb raktam. Alsón szoktam hagyni, de annyira megsötétedett, de megettük, mi megettük a héjat. Annyira megsötétedett a héja, mondom, megpróbálom följebb rakni, most rakom először följebb. Szerintem jó lesz így, és annyira nem fog bepirosodni az alja, besötétedni, sötét barna volt. Na most megvárom, még jól besötétedik, adtam neki 10 percet, még van 9, gondolom jó, sötét lesz arra, abban a 10 perc alatt azért el nem égetem. Aztán akkor majd kiveszem azt a fújokra a vizet, aztán majd jövök, ha akkor meg azt megmutatom. Alakul, hát még adtam neki 5 percet, még én úgy gondolom még egy pár perc még kell. Tehát akkor lesz olyan 12, körülbelül 12 perc. Na, hozzam a kenyeret. Elzárom a sütőt. Majd azt mondtam, gazd. Még van 3 perc, 15-ből. Kicsit van benne. Na, azért most is megbarnok, irányzettek. Gyorsan lefújjuk. Nem sajnáljuk a vizet. Hát csak a maglakorságát, lekapcsoltam a ventilátort. Hogyha partok, akkor halljuk meg. Szép lett, ugye? Szép nagy. Ja, pattog. Hát elrepált jól. Én tudom már, hogy még keleszteni kéne, de hát jó lesz az így is. Na, ezt a burgonyás kenyeret szebbik felé mutatom. A burgonyás kenyeret nem szabad megkezdeni. Legjobb 24 óra múlva, meg ugye ezeket a rózs, meg ilyeneket, de én ilyeneket már nem sütök, mert a papa nem eszi azokat. Úgyhogy most már csak ezt, amit mondtam, amiből ez készül. Csak azokból a lisztekből készítek kenyeret, amíg a papa meg nem unja a kovászost.
De hát nem fogja, hogy nézem. Nagyon jól pattog. No, akkor holnap délre kell nekünk ebből kenyér, mert még van annyi, hogy elég. És akkor majd holnap délben fogom megkezdeni, de hát az mindegy is. Végül is nektek, mert ti most egyszerre fogjátok látni. Majd jövök. Délelőtt 4:45. Az egyik lesüllyedt, a vízbe megy szét szerintem, mert már ilyen opálos a víz, a másik még ott a tetején. Ki van lyukadva a közepe? Hát mondom, megmutatom nektek, direkt itt hagytam. Hát kíváncsi leszek, hát de 12 körül kezdem meg a kenyeret, úgyhogy megnézzük, hogy arra lesüllyed-e ez is. Na, akkor megszegik a kenyeret. Nézzétek, az egyik gombóc még mindig fönn van, és most már 11 óra. Na, akkor, hát ugye itt terepett, ahogy mondtam, még kellhetett volna, a gombóc egy kicsit előbb följön a második, mint kellene, de az első az jól működik. Na. Így is, hogy följebb raktam, ugye 50 percig sült fedővel, addig meg se néztem, és 40 percnél följebb raktam, tehát már előbb kellett volna, mert már biztos, hogy akkor edényen együtt ugye egy polca följebb raktam a sütőbe, hogy ne legyen olyan sötét az alja, de így is sötét lett, úgyhogy előbb kellett volna 30 percnél. Vetünk rá a keresztet, aztán szelünk belőle egy két szeletet. Szép lett, szép. Jó lyukacsos a hólyagokat el lehetett volna durrantani, és akkor nem lenne ilyen lyukacsos, ugye? De nem baj, így is jó. Úgyhogy, ha gondoljátok, akkor próbáljátok meg így, meg ugyanezekkel a lisztekkel, ezzel én most nagyon meg vagyok elégedve, meg így, hogy burgonyás, de véletlenül se rakjatok se több, se kevesebb burgonyát bele. Hát még kevesebbet esetleg lehet, de többet nem. Nézzétek, milyen gyönyörű. Készítsétek el, ha kovászoltok, ugyanígy, ha tudjátok. Hát ha nem, akkor sajnálom, de itt Magyarországon biztos kaptok ilyen lisztet. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Legyen szép napotok. Ha nincs kovászatok, készítsetek. Van a videóim között kovászkészítés is, vagy másnál megnézitek, hogyan készítik. Írjatok kommentet, sziasztok!